elvárom, vagy nem várom el. A tiszta szándék a meglátásom szerint egy nagyon kényes kérdés. Mert észrevettem, hogy sokszor az emberek elhitetik magukkal, hogy ők mennyire fantasztikusan tiszták. Ez később sémává alakulhat a személyiségükben, s kifejezetten álságossá és öntévesztővé formálhatja át a személyiségüket. Az elvárásokról szeretnék pár mondatban értekezni ezúttal. Manapság egyre több olyan történetet hallok, amelyeknek ugyanaz a kaptafája. Egyszer az egyik barát segített a másiknak pénzzel vagy egyéb módon úgy, hogy azért saját bevallása szerint nem várt el semmit, sem akkor, sem azután. Majd úgy esett, hogy adományozónknak szüksége lett volna barátja segítségnyújtására, amit ez a személy nem viszonzott azonnal, vagy oly módon, ahogyan elvárta volna a korábbi adományozó. Ez a tipikus történet általában kétféleképpen szokott befejeződni. Az egyik forgatókönyv szerint az eredetileg tiszta és jó szándékú illető teljesen felháborodik azon, hogy miért nem viszonozza a barátja a korábbi segítségeket. A másik történettípus happy end-el szokott végződni, amelyben a korábbi adakozó önzetlen tud maradni, és elfogadja, hogy az, akit korábban kisegített, akkor éppen nem tudja visszanozni a szívességeit azon a módon, ahogyan ő azt elvárja. A barátság ez utóbbi esetben meg szokott maradni, és nincs tüske a múltban. Az előbbi esetben azonban a kérés a barátság megszakadásához szokott vezetni, mert az adással ilyenkor akad némi gond. Tudnillik, nem tiszta. Ebből a két kis történetből kiderül, hogy az ember legtöbbször nem képes a valódi, önzetlen adásra. Ugyanis, aki később tartja markát, az valójában nem adott, hanem csak kölcsön adott. Az pedig nem adás, hanem érdekcselekedet. Ez még akkor is így van, ha az adás pillanatában az önzetlenség volt a fő motiváció. Ám időközben ez átalakult a viszonzás igénylésévé. Miért várjuk el, hogy az adásunkat viszonozzák? Miért nem adunk pusztán az adás jóságáért és szeretetéért? Mert van egónk. Az ego elvárja, hogy a mindennapok egy sémára alakuljanak. Ami most van, az legyen holnap is. Elvárásaink vannak az élettel szemben, állandóan spekulálunk a mindennapokban, ragaszkodunk a dolgokhoz, és ezzel bezárjuk magunkat egy-egy szerepbe, és nem tudunk megújulni, és újabb tapasztalatokhoz jutni amiatt, hogy így élünk. A ragaszkodás mindenek előtt az igazságainkhoz való ragaszkodásban csúcsosodik ki, amikor azt hisszük, hogy az elképzeléseink helyesek és helyén valóak. Elvárjuk, hogy barátaink, családtagjaink és ismerőseink elfogadják az elgondolásainkat. De miért is? Csak mert valaki idősebb vagy, mert több pénzt keres, vagy magasabb rangok birtokosa? Az elvárás az bizony csak elvárás marad, akárki gyakorolja. Annak, aki elvár dolgokat, nem marad el a fizetsége. Nem fog kapni. Hát ezt felejtik el sokan. Az elvárás egy üzlet, de rossz üzlet, mivel az adok-kapó görcsösséggel és kényszerrel fertőződik meg két ember között. Nem beszélve arról, hogy a dolog itt a legritkább esetben áll meg. Az elvárás a változás lehetőségének a tönkretételét is maga után vonja. Tudom, hogy furcsán hangzik, de nem elég beszélni és egyetérteni a tiszta adás és befogadás spirituális elveivel, hanem azokat művelni is kell. Ha nem tudunk elvárások nélkül adni, inkább ne adjunk. Az emberek azért nem fejlődnek lelkileg, és azért nem tiszták karmikusan, mert a sok jó cselekedetük mellett olyan kelepcékbe is belefutnak, mint amilyenek az elvárások. Mivel az emberek többsége nem törődik az elvárásmentességgel, viszont annál inkább bizonygatja a személyes igazságait, így újabb hibát vét, önmagát igazolja. Ez egy másik útvesztő. Sokszor nem átalja az ember vitában, veszekedésben, hisztériában és drámai konfliktusokban összemérni saját igazságait másokéval. Nem tudom, hogy érzékelhető-e ebben a képletben a banánhéj. Ez olyan, mint a szeretet nevében legyilkolni a másik ember jó érzéseit és jó indulatát. Tehát nem helyes. Megjegyzem, az elvárások, a ragaszkodó nézetek és a drámázások tipikusan az önmarcangoló és éppen a kis hitű emberek sajátosságai, akik amúgy felettébb nem szeretik, ha őket kritizálják. Természetesen vannak az elvárásoknak pozitív olvasatai is. Például elvárhatjuk magunktól, hogy fejlődjünk, hogy felnőjünk, hogy megfelelő hozzáállásra tegyünk szert, hogy az ellentéteket képesek legyünk feloldani egymás között. De aki azt hazudja magának, hogy nincsenek elvárásai és előítéletei, miközben vannak, az észre fogja venni az életében a visszahatások jeleit. Válasszuk le magunkról a többi ember irányába táplált elvárásainkat, mert akkor nagyon sok bosszúságtól, aggodalomtól és álságos dologtól megkímélhetjük magunkat. Bárki beláthatja, hogy elvárások nélkül nem érhet csalódás senkit. Egyéb iránt a Happy End Storyban, amikor a másik barát utólag elnézést kért, hogy nem tudta alkalmasint viszonozni a haverja szívességét, akkor jellemző módon ez a barát nem is emlékezett arra a visszautasításra, mivel hogy egyáltalán nem vette zokon. Boldog napot!